a női helyzetben, és egyébként itt az emberek helyzetében a telepeken kulcsfontosságú dolog, hogy megismerjék az újat. Én nem nevezném egyébként ezt így roma kultúrának vagy hagyománynak, amit nagyon sokan emlegetnek, hogy a nőnek otthon kell maradni, és nem mehet iskolába. Ez nem hagyomány, ez inkább egy elnyomás egyfajtája, amiből egyébként most is fenntarthatják a 21. században az az információhiányuk, hogy rettegnek attól, hogy féltik a nőt, mert a nőt nyilván egy gyengébb nemnek képzelik el, és akkor mi lesz, ha kimegy a nagyvilágba? Nagyon sokszor találkozunk ezzel. Itt nálunk a Varro programban is volt egy 16 éves lány, ő szeretett volna elmenni dolgozni, hogy hát mi lesz vele? Úristen, hát egy lány nem mehet ki. És aztán, mikor elment dolgozni végül, így megengedték a szüleit, sokkal több minden megnyílt előttük. Az anyukája a lánynak, ő is elment menni messzebb helyre dolgozni. Tehát azáltal, hogy így megengedték, belementek az ismeretlenbe, sokkal több minden megnyílt előttük is, már nem féltek annyira.